Mezőkövesden tartottunk terepbejárást és az érpataki modell alapján normafelmutatást a LOM tanítás alkalmával, amivel képviselői eskünknek tettünk eleget, miszerint megfogadtuk, hogy a törvényeket betartjuk és másokkal is betartatjuk. Több lakos is jelezte, hogy a kihelyezett szemetet bizonyos személyek széttúrják, gyakran szétdobálják, kiszagatják a zsákokat, valamint verekednek annak birtoklásáért. Ahol LOM tanítás van, ott megnő a betörések, lopások, garázdaságok száma, és sok esetben egyfajta életforma a szemétkupacok őrzése, ahol a guberálók elárasztják az utcákat. A hulladéktörvény 43. paragrafus második bekezdése szerint a LOM tanítás során közterületre kihelyezett hulladék a közszolgáltató tulajdonát képezi, így ha azt valaki elviszi, akkor lopást követ el. A legtöbb esetben a lomizók, miután a számukra értékes dolgokat kiválogatták, a maradékot mezőkövest különböző pontjain szórják szét, ilyen szemétkupacot láthatnak az alábbi felvételen is, amivel újabb törvénysértést követnek el a hulladékgazdálkodás rendjének megsértésével. A szemétszállítási szolgáltatást végző dolgozók is panaszkodtak, akik elmondták, hogy a szemetes zsákok szétszakítása és a szemét szétdobálása miatt megnehezedik a munkavégzésük. Ezen panaszok meghallgatása után úgy döntöttünk, hogy elindulunk a törvény betartására megkérni a lomizókat. Most az a lényeg, hogy mezőkövesden nem lehet már lomtanításkor eltulajdonozni dolgokat. Most már ez a közszolgáltató, az a VGRT-nek a tulajdona. Úgyhogy a lomizást ezt be kellene szüntetni. Függet Rihár, ők önkormányzati képviselő, és nem tudják, hogy mezőkövesden nem lehet sehol sem lomizni. De itt sem vagyunk. Ezeket tessenek visszarakni, amiket innen hoztak el. De nem lehet ilyet csinálni, hölgyem. Hát miután kirakták ide, ők már nem vihetik el. Hát nekem ezt akár kiadja magának oda. Annyit mondok, hogy ne dobáljuk szét, mi szétdobálnak. És akkor nézzük, valóban nem dobálták szét? Nem igaz, hogy az előbb rájuk szóltam, hogy ne pakoljanak, és most kiborították. El is mentek. Mindenki. Igen, mert jöttünk aztán. Mondtuk nekik, hogy... Igen, ja, a rendőrséget értesítettük. Jó napot kívánok, itt vagyok a Mükszát Kálmán úton, Mezőkövesden, Fügyi Dréhár vagyok, önkormányzati képviselő, és megy itt a lomizás. Szeretnénk, hogyha egy járőt kiküldenének, itt kicsereszkünk a Mükszát Kálmán útra, és azokat, akik itt széthaigálják a szemetet, meg elvisznek mindenféle dolgokat belőle, azokat szeretnénk, hogyha törvénnyel szembesítenék. Jó reggelt! Hát ez borzalmas, amit csinálnak. Figyelj, kipakoljuk rendesen, becsomagolva, és akkor amíg elmentem a boltba, itt volt egy valaki, mondom, úgy pakoljátok ki, hogy fogok szólni a rendőrségnek. Azt mondja, vissza is pakolják. Ezzel elmentek, és akkor most visszaérek, itt van. Nyilván hazudtak, tehát. Hát látom, hogy úgy, mert mondtam is, hogy a kezére ütök, az biztos. Hát borzasztó. Tessék hozni zsákot, ott pakolok. Hát itt van, nézze meg, kidáztál belőle. Hát itt van, ebbe beletek. Ahogy láthatjuk, Mezőkövesd város közterületfelügyelőjét sem zavarja a kialakult helyzet, megállás nélkül továbbhajt. Mármint találkoztunk már egyszer. Szóval légy szíves, rakjátok vissza, különben hívnunk kell a rendőrséget. Viszont ők voltak azok, akik készségesen felszedték a szemetet a hadasba. Mikor visszatértünk, pedig láttuk, hogy újra kiborították. Tessék megérteni és a törvényeket betartani, jó? Rakjátok akkor most vissza, ahonnan felszedtétek. Az igazi probléma pedig az, hogy ezeket a gyerekeket a szülők arra kényszerítik, hogy a szemétbe turkáljanak, és ez pedig felveti a gyerekveszélyeztetés tényállását. Gyukácsukra vagyok. Az Alma úton is ugyanaz a kép fogad minket. Azt hát megkérdezem, hogy honnan adta ezeket? Hát ennek, hogy kinek kell pakolgatni, nem? Nem. Innét vette ki. De akkor maga adta neki? Hát nem kérdezték akarja. Meg tőlem. Meg se kérdezték, aha. Hát úgy is. Hát akkor tessék már visszarakni. Mi? Akkor vissza kell rakni. Vissza kell rakni, mert ez nem maga tulajdona. Ó, értesíteni fogjuk a rendőröket. Mi? Most tesszük, hogyha kipakolta nekem, mi van? Nem magának pakolta ki. Nem magának pakolta ki. Az a városgazdálkodás fogja azt elszállítani, azt a hulladékot. Ezt az ember nem azért rakja ki, hogy ott bárki onnan elvigye a hulladék. A városgazdálkodás fogja elszállítani azt a hulladékot. Így van, nem maga a hulladék kezelő, a városgazdálkodásnak a felete ez. Ezen az úton a rendőri intézkedést lát egy népes család is, akik szintén lomizással foglalkoznak, és az utcákon való jelenlétünk rontotta az ő üzletüket. Emiatt minket megállítottak, és elkezdtek egyre agresszívabban számon kérni, amiatt mi a nyilvános közszereplés kamerázásáról szóló szabályok ismertetése után, mint garázda magatartást rögzíteni szerettünk volna.
hiába ismertettük velük a PTK ide vonatkozó részét, mely szerint nem kell engedélyt kérni sem a közszereplés esetén, sem bűncselekmény rögzítésekor a kamerázásra, ők mégis ránk támadtak. Annak, aki nem kívánt volna rajta lenni a felvételen, el kellett volna menni a helyszínről. Mondom, leteszed a kamerát? De nem. Igen. Tedd le a kamerát, mert mi nem engedélyezzük ezt neked. Tedd le a kamerát. Jó, vagyunk most melyik kamera? De most erre mi szükség volt. De ki? Most mi fogom? De nem, mi kérdezzük ezt a kamerát? Azért, mert elkezdtetek minket számon kérni, és mi ezt nem fogjuk hagyni. De ő el is mondta. Elmondtam a törvényt. Ez az agresszió pedig azért alakulhat ki, mert egyes területek törvényen kívülivé válnak, de ezt Mezőköves lakossága nem fogja hagyni, és mi sem fogjuk megengedni senkinek.